Tehát még több anyagot kell találnunk, mondja Rav. Meg is szakította őket az olvasásban. Ahol valóban arról fogunk beszélni, hogy hogy tudjuk vagy nem tudjuk ezeket a dolgokat feltárni. Tehát ez le van írva, tehát nekünk meg kell keresni. A kabala bölcsességébe. Tehát mindenki keresgéli a cikket. Na szerintem most vette észre, hogy melyik cikket fogják olvasni. Hát nem tudom, hogy ezt szeretném olvasni, mondja Rav. אפשר לקרוא 20 מאמרים ב-5 שעות, שום דבר לא קורה. אם אנחנו עוברים מצבים... Tehát 20 órát tudunk olvasni 4 óra alatt, és semmi se történhet. Ugyanakkor viszont, ha átmegyünk állapot állapotra, akkor egy cikk megváltoztat mindent. Tehát én azt látom, hogy lehet, hogy inkább mozit kéne néznünk. Ahol az emberek szeretnek, gyűlöletnek, megölik egymást, menekülnek, esznek. Tehát másfélot lezajlik az egész cucc. Ugye egy élettartam lemegy másfél alatt. És mi a probléma, hogy ezen a módon menjünk keresztül mindezen? Tehát nekem nem kell emlékeznem mindenre, ugyanakkor viszont benyomásokat kell, hogy kapjak, és aztán ezeket lehet, hogy nagyon gyorsan is felejtem. Tehát én nem emlékszem pontosan, hogy ki mit mondott, miért mondta. A benyomás az, ami fontos, ami benne marad. Mert arra emlékeznem kell. Tehát nekem például nagyon rossz memóriám, mondja Rav. Nem a kabala bölcsességgel kapcsolatosan, általában. Oké, akkor más perspektívából kérdezek. Ugye most van időnk. Mi a problém? Hogy egy hosszú cikkben elmerüljünk, és nagyon sok állapotban még keresztül. Azért, mert az emberek elalszanak, mondja Rav. Tehát vannak cikkek, amik azért annyi állapotot tartalmaznak, hogy érdemes elmélyülni bennük. Tehát, mert különben meg van az, hogy ez erre szeretne menni, az arra szeretne menni, állapotra, állapotra. Tehát ezen a módon pedig nyilvánvalóan 6-8 oldalt is nagyon gyorsan át lehet olvasni. Tehát még egyszer mondjam, tehát ne vettek engem figyelbe, választhatok azt, amit akartok, de a probléma mégiscsak az, hogy hogy lesznek képesek így olvasni. Oké, tehát akkor nézzetek mindenkire, és nézzetek meg, hogy lehet, hogy táncolnunk kéne egy kicsit, mert látjátok, az emberek elalszanak. De ezt azért kérdezem, mert a barátok azt is mondták, amikor van időnk, ugye szinte végtelenség időnk. Rav, tehát nézd, én bármit megtennék, hogy ne lógyatok el, csak ne lógyatok el. Én nem vagyok objektív, én mondtam már, mondja Rav, ez az, aminek idáig meg kell történnie. És hogyha úgy gondoljátok, hogy én ezt nem jól csinálom, akkor próbáljátok meg ti csinálni valamit, hogy ne rogyatok el. Ha úgy gondoljátok, hogy kirohantok az udvarra 2 percre, akkor rohanjatok ki. Egy másodperc türelmeteket kérem. גם בזמנו אתה אמרת לי כמה וכמה פעמים שאם אנחנו לומדים יותר מדי מאמרים אז שכרו בהפסדו, אנחנו בסוף יוצאים לא לפה ולא לפה. זה היה. אוקיי. עכשיו אני מקווה שאנשים יעברו את המצבים האלה וזהו, ויכולים לעבור 1,000 מאמרים ביום. אני דווקא לא רוצה לזכור שום דבר, לשכוח. אלה שזה יעבור אצלי, שאני אתפעל מזה, שזה מנענע אותי ועובר. זהו.
הננו הזה נשאר בי. הסיבות, בדיוק איפה זה היה כתוב ולמה ומו, אין לי שום צורך בזה. קדימה. כתבי רבש, עמוד 319, מאמר הקדוש ברוך הוא וישראל יצאו בגלות. בזוהר בחוקותיי על פסוק ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתכם, וזו לשונו. בואו ראה, אהבה עליונה של הקדוש ברוך הוא לישראל. בדומה למלך שהיה לו בן יחיד והיה חוטא לפני המלך. יום אחד חטא לפני המלך. אמר המלך, כל אלו הימים הקיתי אותך ולא קיבלת. מכאן ואילך, תתית ויוק. Tehát ezért meg kell nézni, hogy mit tudok érte tenni. Ha én gondozom a földet, és mit tudunk tenni, ha azt érezzük, hogy a földet el akarják törünk labolni tőle, ezért nekünk, tehát ti és én valóban egy földön kell, hogy éljünk, azaz nekünk számvezetésbe kell vonulnunk, és én kényszerítelek benneteket arra, hogy számvezetésbe vonuljunk, mert ott is veletek leszek. Meg kell, hogy értsük a jelentését annak, hogy mit jelent a számüzetése, amikor ki van számüzve a saját országából, ami a nemzetek közötti számüzetés jelenti. Mit jelent ez a munkában? Mi az ország, és mit jelent az országból, a hazából való kivonulás? Ez nyilván egy büntetés az embernek, hogy számüzetésbe kell mennie a világ nemzetei közé. Hogyan segít ez mégis abban, tehát milyen fajta előnyt ad ez a munkához? Azaz, hol van ebben a korrekció a számüzetésben, hogy az ember a világ nemzetének az uralma alá kerül? Meg kell azt is értenünk, hogy miért van az, hogy a Teremtő Izrael számüzetés felé vezeti, mivel előbb-utóbb az egész föld ki lesz öltve a Teremtő dicsőségével, és írva van, hogy majd a mennyei királyság uralkodni mindenütt, még a klipák fölött is. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet azt kijelenteni, hogy a számüzetésbe ment Izrael, és már nem a saját hazájában van? Mit ad ez Izraelhez? Hogy megértsük azt, ami a munkában ez a fogalom, hogy számüzetés, érezzünk el, mi Izrael földje, és mi a külföld. És miért kell kimenni a nemzetek közé, és ez miért tekintető számüzetésnek? Meg kell, hogy értsük, hogy a számüzetés az a korrekciónak az alapfeltétele. Ilyen módon a számüzetésnek a szenvedése, kínja, ami majd megváltásra kerülése, csak akkor lehetséges, hogyha visszavezetjük mindezt az országhoz, és írva van, hogy ők összeolvadnak a nemzetekkel. Tehát milyen fajta problémák jelennek meg a számüzetésben, amit és én is érezhetek, az egyszerű ember, és hogyan vezet el ez engem a számüzetés a megváltáshoz. Tehát mit kell tudnom arról, hogy mi Izrael földjében a jó, hogy én sóvárogjak rá, és hogy valóban ez az ország az egyetlen célja annak, hogy valóban megjelenjen a hazaszeretet bennem. Ismert, hogy a föld, az a malhut, az ország, a királyság, amely a szentség hordozója. Ezt úgy is nevezzük, hogy Izrael gyülekezete, amely egy befogadottság az összes lélek tekintetében. Ugye ez jelent az, hogy a fény és az öröm megszerezhető a teremtés gondolatotok kezdve, és az azt is jelenti, hogy a lélek megkapja a fényt és az örömet, méghozzá olyan módon, hogy az folyamatosan felül lefelereszkedik az enyszobból a mi világunkba, a megszorítás világában, és akkor a fény, amely öt parcufot ad az Adam Karmon világában, ráöltözik erre, és megjelenik az acilut öt világában, utána pedig a Malhut de acilut, az kiáraszt három világot a Bia világában,
ואחר כך היה לו נרן מביאה, ואחר כך... יש אקור אדם הראשון, מג לטרמת, ו? לפי זה יוצא, שארץ... יש שיקור שלג, עוד תש וקרו, עמי הפילוטי לפיזיקאי תש עשרה שלו, ugye ez a binának is a magadnak az összekeveredése tulajdonképpen az Asziában, ugye ahogy ezt a tíz fila tanájában tanuljuk, és akkor a biavilágában megjelent a Naran fénye, és a Naran de Acilut fénye is megjelenik, és ezért ebből következik az, hogy az ország, amit magunknak nevezünk, az Acilutban van, és ahogy írva van az Acilut világáról, hogy a gonosz nem tud veled rakozni ott, azaz, ott nincsen kapni akarás egyáltalán, az csak a biavilágában lehetséges, és itt lehet megvizsgálni a gonoszt és a jót. Nyilvánvalóan a fény és az öröm itt nem választható szét egymástól, ezért kell olyan területen megtölteni, ahol a lélek feltárulhat, és hogy a bölcsek mondják az elejétől, hogy teremtő megteremtette, itt nincsen valójában semmi más kezdet, mint Izrael, az minden Izraeltől jött létre, és Izrael lelkeiért. Amután Adam Harishon az élet fáják, felismerte, ilyen módon kezdődik majd a megváltás, mert a bűn által valóban vissza kell lépnünk majd lassan az Acilut világában lévő édenkertbe, és a korrekció az az édenkertből indult ki, úgy a törés, és az Úr mondta, hogy kinyújtja a kezét, és mégis amikor az ember evett a élet fájáról, örökké élhet az édenkertben a korrekciója által. És ugye nem csak azt tudja majd fogyasztani, mint a verejtékevel telt meg a földön. Bálaszolám elmagyarázza a félelmet, amely ott jelenik meg, tehát lehet, hogy neked ki kell nyújtani a kezed, és az élet fáját is meg kell ragadnod. És egyél róla is éri örökké. Tehát mivel? A tudás fájának a bűne megtörtént, az ember meg lehet büntetve, azaz a büntetést kell szenvedni, amit kapott a teremtőtől. Ez a szenvedés pedig nyilvánvalóan az a bűnbocsánat követ, ami nem is következett másképp. És nyilvánvalóan, hogyha nincs büntetés, akkor nem fogja érezni az ember soha, hogy milyen bűnt követett el. És az embernek ezt meg kell bánnia, azaz, hogy a Szent Zohár mondja, Rabbi Simon, mikor azt látta, hogy a bűnösök hogyan tudnak megkülönböztetni magukat a mesterüktől, és akkor Szulán kommentárokban ezt válaszolom elmagyarázza, hogy ezt követően azáltal, hogy neked fel kell tenni a szavokat egy bizonyos helyen, hogy ne okoz a csoportnak óriási problémákat. Ez jelenti azt, hogy a bűnösök még nincsenek korrigálva a jóba és a rosszba, és ezért, amikor a bűnösök korrigálják a tudás fájának a bűnét, az emberek nem kell tudnia pontosan, hogy minden munka, amit elvégzett, az a tudás fájához kapcsolódhat, és ebben a versben meg is tudjuk ragadni, hogy érjük el ezt, és az élet fájának a fényét vonjuk magunkra. És utána Ádám elkövette a bűnt, akkor kizuhant az életfa magasságából, és csak a korrekcióval reménykedett, hogy vissza tud térni a saját helyre. De hogyan lehet az, hogy néhányan a mennyekben maradtak, és ott marad a hibáik? Hát hogyan lehetséges ez? Hogy elmented oda föl három is, ugye? Gyerünk, beszéljétek meg ezt magatok között. Ez érdekes, amikor ti kérdeztek, én válaszolok magyarul, amikor én kérdezek, akkor meg csönd van. Ébresztétek már föl egymást, rettetesen fáradtok, szegény. A kérdés értető? Nem. Na, olvasuk a véget, szóval utolsó néhány sort. ותמצא כזה גם בחתול פן ישראל ולקח גם מעץ החיים ואכל וחיים שאחר שחטא אדם בעץ הדעת Tehát nem szabad, hogy elvedd a kezed az életnek a fájáról, és a hiba, amely az élet
fájról való evés okozott, azok korrigálatlanok maradnak egészen az utolsó pillanatig. Hát hogyan lehetséges az, hogy annak érdekében, hogy megszerezzek, és nem tudok megszerezni, ugye, mert a felső fény lezárja ezt. Tehát ez a felső fénynek a gyümölcse. Az ember mégis meg tudja ezt kapni, és akkor utána teljesen vált. Hogy tud ez megtörténni? Milyen szabálynak megfelelő, tudod megtörténni? Tehát nekünk így kell végtelenné válni. És ugyanakkor így kell magunkat tovább építeni. Ha nem értek, akkor tegyetek fel még egy kérdést. Tehát mindenki, nek van 20 másodperce. Workshopolnak egyet, tehát ez a megszorítás törvényének megfelelően működik. Hogy van a katnut és a gadlut állapota, amely teljes leválasztottság, a gágátvenáim és az ahab közötti együttműködésben. Lehet ezek az edények a gondolkozás edényei, ahol el lehet nyelni a fényt a kapnakaráson keresztül, és utána ezen keresztül lehet kilépni a kapnakarásból. Az embernek be kell lépnie a bűnbe, ez megúszhatatlan, annak érdekében, hogy meglegyen a fejlődése, és ne maradjon katnut állapotában örökre, mert a teremtés céljával az ellentétes. A teremtés célja ugyanis az, hogy megszerzés edényben szerezzek meg, de másfajta módon. Oké, tehát az edények kitöltésével kapcsolatosan nyilván látni kell, hogy a teremtés céljával ellentétes. Ez így van. Ezért a tiszta adakozás ez így működik. Tehát a megszerzés adakozás érdekében ez a malkut. Ez az utolsó szándék, amit helyes módon kell megfognom. Rav. Mi az a lehetőség, hogy az ember megkapja a felső fényt, csak is a megszerzés érdekében. Tehát, hogy kell attól félnünk, hogy több fényt kapunk, és eltör bennünket. Tehát ez a kérdés. Na? Tehát nyilvánvalóan az egész azon múlik, hogy a kapcsolatom vagyok egy képes dolgozni a többieket. Bocsánat. Amik keresztül megkapom a körülő fényt. A veszély az az elutasításban, vagy elutasítom a szabad választásomat. Így van. Ez egy veszély, ami megtörténhet. De nyilvánvalóan, hogyha nincs gonosz, akkor még nincs mire kérni a korrekció, tehát ezért a gonosznak fel kell tárolnia. Én azt gondolom, hogy a valódi veszély, ahogy itt beszéljük, az, hogy én eszek, és még többet akarok enni. Tehát valóban megszerzés érdekében piszkálom a fát, és aztán tovább eszek. A veszély az, hogy az a fény a klipákba fog behatolni, és akkor az ember nem tud szándékokat építeni önmagán. Mert ezt elnyeri a klipa. A válasz az a tulajdonképpen a korrekció nélküliségre irányul, mert ezt tartjuk a legjobb veszélynek, hogyha nem csak a korrekcióra lépni. Tehát nekünk valóban alkalmazni kell a szabad választást, a teremtés célját illetőleg. Na, folytassátok az olvasást. Tehát, hogyha az ember valóban a mennyei királyság terheit magára akar-e vonni, mivel nem érzi a spiritualitásnak a fontosságát, úgy, ahogy az a mennyei királyságban benne volt még a törés előtt, akkor nyilván számítésbe kell vonulni, és ahogy mondva van, össze kell keveredni a világ nemzeteivel, és ez jelenti azt, hogy összekeveredve velük, megtanulva az ő munkájukat, ez tehát nyilvánvalóan a világzatai még és ilyen módon nincsen kapcsolat a spiritualitással egyáltalán. Mit jelent az, hogy a világ nemzetei uralkodnak Izrael felett? Mit jelent ez?
ש... שלמרות הכוונה על מנת לקבל... Tehát, hogy valóban elutasítsam a megszerzés, a megszerzés érdekében szándékot. Tehát, hogy valóban a vágyon felül legyen egyfajta lehetőség. Tehát, hogy ne legyen az adakozásra nincsen irányultságom, csak a megszerzésre. Oké, tehát ugyanezt a vágyat elemezzük. Csak előtte volt ez a megszerzés az adakozás érdekében, utána pedig nyilvánvalóan tudnom kell, hogy csak magamnak akarom megszerezni, vagy nem. Azaz, mondja a következő srác, mindaz, ami létezik a világ nemzetei számára, azokat Izrael fogja működtetni. Tehát nincsen más, mint az, hogy fenntartjuk a szokásainkat, ezen túlmenően lehetetlen helyes módon dolgozni, és ebből következik, hogy nekünk tehát nyilvánvalóan az intellektus, az idegen intellektusok uralma alá kerül, és amennyi királyság terhei megerősödnek, és az embernek egész nap azon kell gondolkodni, hogy kilép az önszeretetből, és hogy tudja elérni a barátoknak a szeretetét. És nekünk ezt úgy kell interpretálni, tehát még egyszer, tehát amikor a mennyei királyság tejt hordozza valaki, hogy lehet kilépni tehát amennyire ismert, az általános és az egyén az ugyanaz, és hogyha az ember tudja, hogy mit kell tennie, ולאחר שנמצא בגלות, תכף הוא סובל על שכחה. Tehát nyilvánvalóan nekem nincs szükségem az értelmfeletti hitbe emelkedésre. És az értelmfeletti hitbe kell emelkednünk, és emiatt nekünk a világnemzetének az uralma alá kerülünk, és amikor az ember számüzetésbe lesz, akkor azonnal elszenvedi azt, hogy hogyha bármikor is ő már Izrael földjén volt, akkor mennyi királyságot érezte, és neki csak azon kell gondolkodni, hogy fog dvekutat elérni a teremtővel. Az ember folytatni akarja az egész életében a munkáját, tehát valóban csak arról akar gondoskodni, hogy hogyan fog gondoskodni a testnek, a testnek az igényéről, és nem akar törődni semmi mással, csak azzal, hogy hogy fog különböző számításokat végezni. Azaz, amikor az ember valóban meg van ítélve mindenki felől a saját számításait, illetően, hogy hogyan kell viselkedni a számüzetésben egész addig, amíg nem kapja meg a felébresztés felülről, és ilyen módon a felülről való megszerzés az megadja az érzés az embernek, hogy számüzetés van, és állandóan emlékeztetni kell önmagát, hogy valóban egy nagyon magas tetőről csúszott le a mélységbe. És ez azt jelenti, hogy amikor az ember az országban van, akkor emlékeznek kell, hogy az egész világ az nyilvánvalóan meg föltettük az érzést, hogy miért teremtett az ember, a teremtő a világban bűnösöket, ahelyett, hogy valóban ha önmagára tekint az ember, akkor látja, hogy ő számüzetésben van a világnemzetei között. Azaz mondja, mi van ebben a világban, amit mi ilyen módon érzékelünk? A kaja, a szex, család, bölcsesség, pénz. Tehát az ember egy spirituális szintnek gondolja ezeket a dolgokat. Tehát ebben a világban örömöket szerez, ami többek közt a család, a szex, azon a szinten, ami éppen van. Tehát mondjuk az ember a tízes szinten volt spirituálisan, aztán mondjuk hirtelen megérintik megint ezek a fizikai örömök, sokkal erősebb, mint eddig. És akkor más történik a tízes magasságból, lezuhan mechanikusan, alacsonyabb szintre, mert a nagyobb fizikai vágyak lerántják, és nyilván fizikai örömök kezdik el kontrollálni őt, ez jelenti egyébként a világ nemzeteinek az uralmát, és ezt kezdi el érezni az ember,
מכל דבר שהוא אוכל ושותה ונהנה מאישה וילדים ומחיים וציפורים, לא חשוב מבבם ומי, הוא מרגיש כאן ההשפעה, ההפרעה, המשיכה, לא חשוב איך להגיד, יותר ממה שהדרגה הרוחנית. תראו איזה עולם. שהעולם שלנו, שהוא כל כך נראה, היה לנו כל כך חד, לא יודע איך להגיד, נו, שטחי, חד שטחי, כן? חד גוני. נו, שאין לו, אין לו עומק. חד מימדי, לא יודע, לא יודע. איתפה, יש לו איזה אינטלט קשת, תהת... פתאום מקבל עומק, כמו הגובה הרוחנית, אז פתאום... Tehát a spirituális mélységos, mint a magasságnak fog megfelelni, és ilyen módon hirtelen az ember azt érzi, hogy mindaz, amit íznek érzékel a világban, az a mennyei ízeket adja meg az embernek. Tehát mindenféle módon. Tehát emlékeztek vissza, amikor belétetek a Kabbala bölcsességébe, milyen fajta fizikai örömben voltok, mennyi hülyeséggel foglalkoztatok még a világban, mit éreztek meg, hogy mennyi mindent szerettetek volna csinálni még ezen túlmenően, és most pedig ugye már egy kis alvásnak is tudtok körülni. Tehát honnan származik ezek az, hogy ezek a változások? A spiritualitásból, tehát hogyha az ember kizuhan a spiritualitásból a fizikai világban, akkor nem szabad azt gondolni, hogy mindig ugyanazok az ízek maradnak. Nem, ez így van, tehát ugyanazok az ízeket érezhet az ember, de a szándéka változik meg. Rabas is ír erről. Tehát az ember nem akar elaludni, és ő is elmondta nekem, hogy csak érez, hogy elaludt. Tehát valóban a kabbalista ugyanígy érzi az ételnek a csábító ízét. Ezek az orrunk előtt vannak, amikor meg fogjuk látni, hogy mennyire nehéz ezeket másképp kezelni. Na, utolsó nem mondod, olvasd el, és akkor megyünk tovább. Tehát ne zavarodjatok össze azáltal, hogy a zónásban nagy örömöt éreztek. Hát nem baj, ezért ez a ravasz dolog benne. Először ugye eljöttetek ide, bekapcsoltok a Kabbala bölcsességébe, és azt mondtátok, hogy visszaléptek a fizikai örömöktől, majd ezt csak azt érzitek, hogy nem tudtok. Ezzel meg kell vívni, ezzel a problémával, mondjam. Tehát az, amikor az ember még be volt foglaltatva Izraelbe, akkor az egész világot megváltónak kérdezte, és mindig arra gondolt, hogy miért tehetett bűnösöket a világba? Mi a fajta öröm van benne, hogy valamire ezeket a teremtő magához kapcsolja, ahelyett, hogy az ember magára tekintett volna, és látta volna a számüzetét, és hogy mit kell kérni a teremtőtől, hogy az ember valóban örömet kapjon felülről. És el kéne kezdeni érezni a szenvedés, hogy valóban az emberiség közötti erőhatás, tehát hogy valóban nem tud mit tenni az ember, mielőtt az országból száműznék, és akkor kérni kell a teremtőt, hogy a teremtő közelebb vigye őt magához, és újra és újra valóban bevigye a... Tehát túllépjünk a bestiális kapcsolatokon, és hogy valóban az aktív adakozás felé tudjunk fordulni. Rab, mit jelent a szándék az adakozásra, és alul pedig a megszerzési vágy van? Az, hogy a kettő közötti szakadék adja meg bennünk azt a fajta hatalmas örömet, ami azért különbözik a csak fizikai örömtől, és ezen keresztül valóban elérhetünk egy nagyon mély vágyat, amit újra majd a spiritualitás felé tudunk fordítani. A spirituális örömet tudunk irányítani. Tehát... Én nem tudom, hogy milyen fajta példát mondhatnék magyarul.
Tehát mondjuk nekem van egy kis örömöm, hogy adok valakinek valamit, és akkor nekünk össze kell kapcsolódnunk, és túl kell lépnünk mindenen, és el kell kezdenünk megvizsgálni, hogy hogy akarok még magasabb szintre emelkedni, és még jobban adakozni a barátok felé. Honnan jönne ez szükséges erő? Na, olvassuk. És akkor nyilvánvalóan a gondoskodás az embernek az bestes életének a fenntartása. Ez, amiről Bálaszom leírja, hogy Adam Harishonnak növekednie kell, és ő azt mondja, hogy én és a gyerekem ugyanazt kell jegyük, azaz, tehát az ő értelme az azonnal erre irányult, tehát a teremtő megadta annak a tudását, hogy az ember érezze az edényeiben, hogy hogyan lehet növekedni. És akkor a teremtő azt mondja az embernek, hogy ez a gondoskodás, ez kizárólag a külső edényekben lehetséges, azaz csak is állati kajával tudnak összekapcsolódni, és ilyen módon a felébresztés felülről megérkezik, és emlékezteti őket, de hogy értenek mindezzel együtt? Hogyan lehet tovább lépni? Na, itt vagyok közben, csak lezárt a Zoom bennünket. Tehát, amikor az ember a szégyentől távol akar kerülni, ez azt jelenti, hogy hogyan akarja érezni a szégyent, tehát a teremtő valóban megteremtett mindent egy célra. Tehát a Zoomon újra van hang, csak lekapcsol bennünket a Zoom valami miatt, nem tudom, mikor megszakadt az internet. Tehát pontosan akkor, amikor az ember tesz önmagáért és a többiekért, nyilván ez a különbség az ember és az állat között, hogy az embernek van szégyene. Oké, na de mit kell kezdeni? Na, ne zavarj össze bennünket. Na, akkor még egy bölcs ember van itt, az mindjárt elmond valamit. Itt elmagyarázza nekünk, hogy miután az ember valóban keresztül megy mindenféle felébresztésen felülről, és akkor látnia kell ettől a pillanattól azt a szakadékot, ami közte és a teremtő között van, és valóban állandóan várni kell, hogy tud visszatérni, milyen erőfeszítést tud tenni. Oké, de miért kell ezzel egyet érteni? Azért, mert valóban vissza kell térnie oda, ahol eddig volt. Na, ki akar még mondani valamit? Készen kell állnunk az adakozási edények működtetésére. Oké, tehát nyilvánvalóan ez ilyen módon működik, hogy le kell válnunk a megszerzési vágyról, és mégis összetapadásra kell mennünk a teremtővel. Igen, Simon. Ezt a munkát a teremtő segítségével kell elvégezni, tehát nyilván erőfeszítést kell tennünk az emberi szinten. Oké, de neked meg kell, de neked mi vagy boldog, hogy erőfeszítést kell tenned érte? Miért lesz ez neked öröm? Azért, mert most már valamilyen kapcsolatban leszek a teremtővel. Igen, következő. Annak érdekében, hogy valóban hálát tudjak adni a jóért és a rosszért. Igen. Most itt a végén, még ki akar mondani valamit. Hát nyilvánvalóan a sikert önmagam által érem el. Mert a felsőért dolgozhatom. Igen. Nagyon nagypapa, mondja rá. Reformáló fény. Az magától értetődő. Az ember, aki már eljött az Ádám szintjét. Mi az, amit a teremtő itt létrehoz? Nincs más választásom. Tehát én a bestia szintjén vagyok, és arról kell felemelkedni. Nem, magyar. De nincs más választás, a fölkemelkedni, nem. Miért lesz boldog az az ember? Na figyeljetek ide, magyar. Akkor másképp kérdezem. Tehát a teremtő azt mondja neked,
hogy a saját verítéked készített kenyeret eszed. És akkor mondod, hogy nem, én ezt nem akarom. No. Mert másfajta fizikai ömre törekszek. No, Bill. Tehát én a választ szeretném tőle megkapni. Azért, mert tudja, hogy a munkában hatalmas örömet okoz a teremtőnek. Hát tanuljatok az amerikaitól. Szégyeljétek magatokat, mondjára. Mert mit is jelent ez? Az, hogy az ember azért lesz boldog, mert eljössz az állapotot, amikor erőfeszítést tud tenni, és örömet tud okozni a teremtőnek. És ez a jutalom. Tehát a jutalom az erőfeszítés. Az maga a jutalom, megteheted. Miért így néztek rám? Mondtátok? Nem mondtátok. Hát miért kérdeztem azt, hogy miért boldog az ember? Azért, mert az erőfeszítés nem arra irányul, hogy tudjon valamit. Egyszerűen az erőfeszítés magára az erőfeszítésre irányul, és a teremtő értett erőfeszítés jutalom. Egyet értesznék? Jó. De ez világos, mondjam? Tehát, emlékezzetek erre, és gondoljátok végig. Mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsétek a teremtő öröme, miben van elrejtve. Tehát el kell nyelnetek a felső rendszerből és a teremtőből valamit, és ez mindig azzal kezdődik, hogy a spirituális világot elkezdtek látni, hogy a fizikai világban örömet éreztek. Tehát egy új vizsgálati ponton keresztül történik ez meg, ez a vizsgálat minden. Én nem akarok semmit, mint ezt. Ezt a fajta vágyódást, ez az, ami kitölt majd engem, ezen túl meg nem akarok semmit. Tehát mi, akik most már tudjuk, hogy milyen erőfeszítést teszek, ha én vágyodom erre, akkor tudok eljutni egy olyan állapotba, ahol az egyetlen dolog, amiben hiányom van, az az Ein Szof világa. Semmi más. Az Ein Szof világa és az annak a teljes érzékelése. Egy erőfeszítést kell tennem a formalizés pontjára a teremtővel. Így van, az én számomra ez egy pont. Erőfeszítést kell tennem. Oké, na de ez azt is jelenti, hogy itt a teremtő is erre az erőfeszítésre ülök engem. Nem. Hogyha én magamra vonom azt, hogy az erőfeszítés az valóban a tökéletes állapot felé irányít a teremtővel egyetembe, akkor folyamatosan egy olyan irányítsába vagyok vele, amikor az valóban a tökéletes állapot lehet az Ein Szofban. Nincs szükségem többre, semmi másra, akkor én teljes vagyok, kész. Semmi nem mozdít ki ebből, és semmi nem is idegesít engem. Semmi nem tud... Tehát az emberek a teremtőhöz kell tapadnia. Így van, tehát ez a Dvekutnak a folyamatosságát jelenti. Tehát nekem a teremtő felé kell fordulnom, és bár ez az összes állapot, amin keresztül megyek, ami közöttünk megjelenik, az annak érdekében jelenik meg, hogy a Dvekut növekedjen előbb-utóbb. De minden nehézség is ez jelenik meg, magyarom. Ez egy érzés, amit nem tudok másképp kifejezni. Tehát ezt nem lehet megérteni, hanem itt erőfeszítés van, tendencia, irányultság, vágyódás. Tehát, hogy az összes sóvárgás hogy válik a tökéletes állapot egy részévé? Tehát nyilvánvalóan semmi nem tud nekem már kárt okozni. És ez hogy adja meg a képességet arra, hogy én benne legyek ebben a vágyódásban, a teremtő irányában, és akkor egy pillanatnyi állapotba kerülünk, ami növekedés jelent állandóan, és akkor felfedezhetjük, hogy valójában az Ein Szofban vagyunk. Tehát nincs hiányunk semmiben. Egyszerűen a vizsgálati pontot kell megváltoztatnunk. Igen, Júda. Mi az, amit itt a teremtőtől kell megszereznünk? Tehát, hogy mit jelent az, hogy mielőtt a teremtővel összekapcsolódunk, nem tudunk semmit? Tehát az a tény, hogy az ember tudja, hogy a teremtőhöz kell fordulnia, akkor kezd el megérteni.
hogy az erőfeszítés lesz maga jutalom, és akkor ez boldoggá tesz az ember. Tehát a meghallás pont azt jelenti, hogy megkapod a befolyást a teremtőtől felülről. Én értem az, amit ön mond, hogy van egy sóvárgás, egy boldogság ebben, azért, mert a vágy hiányá fog válni. Tehát egyre nagyobb a hiányom, ami a belső vágyadásomból indul. Ez a tovább nincs is semmi. Oké, na de akkor megpróbál elképzelni azt a helyzetet, amit ön leír. Hát ez azt jelenti, hogy a megszerzési vágyamat nem engedem meg, hogy ilyen rövid zárlatban működjön, hanem hát a végig gondoljátok, mi az, ami a házigazdának hiánya van, mert nyilván a visszavert fény pont ezt a hiányt fogja kielégíteni. A folyamat világos, de Rabas azt mondja itt, hogy hogy lehet az anyagot boldogságba vinni. Nyilván, amikor Adamosnak azt mondta a teremtő, hogy növekedj. És akkor azt mondta neki, hogy te és én ugyanazt az ételt tetszük. Tehát, és akkor megszületett. Az, hogy nyilvánvalóan most az egyetértés, az nagyon fontos. Ádámnak az egyetértés nagyon fontos. Na, Mutlu, akarsz valamit kérdezni? A törököt kérdezték. Egy korábbi adat, az jó. Amikor én azt mondta, hogy az egy magasabb lévő ember több örömet szerez, ez ugyanez a fizikai ráöltözésben van, tehát az ember olyan módon szerez örömet a felső világtól, nyilván ez a magasabb szinten, amikor amikor a formájegyezés teljesen egyértelművé válik, és ezt és szembesül ezzel. Oké, de ön azt mondta, hogy még a felső világ előtt lehet az emberek növekvő örömet érezni, ahogy az út közben van. Oké, de mi a kérdés? Jó, hát akkor milyen fajta öröm jön ebből? Hogy kezd elképzelni? Tehát először hétköznapi dolgoknak örülsz, az alvásnak, az evésnek, milyen édes dolog aludni. Igen. Mit akarok mondani? Nyilvánvalóan nincsen semmilyen öröm az adakozás nélkül. Tehát hogyan lehet ezt a megszerzett örömet már most korrekcióra vinni? Amikor elkezdődik az adakozás, mondjanak, attól a pillanatok kezdve nyilvánvalóan nehéz az egyensúlyt fenntartani, mert nagyon sokan egyébként, hogyha nagyon kiélezzük ezt, akkor csak fizikai örömet tudnak érezni ilyen esetekben. Tehát, ha most kiélezzük a gyakorlatot, mondjanak, akkor nézzük meg, mindenki ott van valami dolog, ami tehet. Valami fajta kaják, amit az ember tényleg szívesen enne. Ugye Fekete-tengeri voltam fiatal gyerekként, mondja arra, tehát akkor legyen a kebab. Tehát akarsz egy jó kebabot enni, és megpróbálod megkeresni, hogy hol van a legjobb, összekeversz mindent, kis kriszpét keversz bele. És akkor egy korsó sör van előtted. Nézzetek erre rá, és próbáljátok meg elképzelni a spiritálisan. Miért nevettek? Te most komolyan mondom, magyarul. Próbáljátok meg erőfeszítéseket tenni egészen addig, amíg nem kezdtek el érezni, hogy ami az orrotok előtt van.
או אפילו אחר כך איזה סמרטוט. או... אז... ממש ככה, תנסה. הכל הרי תלוי בעד כמה שמישהו, ami... זה חשבו. פרובד, אלképzelni, hogy egy darab papírra ráírjátok a saláta, és érezzétek a szép zöld zevleit, meg az ízét. Tehát, hogyha valami másra gondoltok, akkor meg kell, hogy értsétek, hogy akkor egy kisebb öröm van ebben, akkor mi a probléma? Tehát, hogy minden a cél fontossága, a magasságának tulajdonítható. És ezért milyen félelem nyilvánult meg, tehát milyen félelem nyilvánul meg, tehát, hogy valóban érezhetjük egyfajta fizikai ráöltözésen keresztül a formaizés a spiritualitásra, és azt hirtelen sokan érezhetik azt, hogy ez az én életem. És akkor gyakran, amit az ember érez, azt tudja, hogy akarom megkezdeni megvalósítani. Tehát én döntök, hogy valamilyen örömet adok valakinek, mondjuk Jakokának, én ezt eldöntöm, majd hirtelen elkezdem érezni, hogy az, amit oda akartanék mondani, adni, az rendkívül értékes, tehát hogyan találtam meg ezt csak meg magamnak, és hirtelen tehát nincs ennyien tárgya a világunknak, ahol világosan leírhatnánk azt, ami történt, és hogyha van a vágy, amely az adakozás érdekében megszerez, akkor kezdi el érezni az örömet, ugyanazt az örömet, ami az adakozásnak az öröme, ugyanazzal az intenzitása, mint amikor el voltunk egymástól választva. Tehát mindegy csecsemő a mindenek előtt, tehát akinek az egész élete, az egész világ abból áll, hogy jajgat. Így tűnik az én számomra, ugye? Mit tudunk tenni? És ezért ne aggódjatok. Tehát nektek megadatik a spiritás örömök tárháza. És akkor az ön kebabja, mert meglátjátok, hogy mennyire fogják adni, mert egyszerűen a kereset kínálatóan lehet rá. A spiritástól a távolság mellett is egyfajta öröm jelenik meg, ami a klipákból származik. Nyilvánvalóan ez nem ugyanaz az íz, ami a hétköznapi ember érez a saját kis kapnakarásában. Ez egy olyan kapnakarás, amely valóban olyan fajta örömet tud az embereknek, ami ellentétes a szentséggel, és ezért hívják őket klipáknak. És hát nézzük meg, hogy ezek a dolgok mennyire megérinthetőek. Tehát én nem is gondolkozok a kebabon ugyanezen a módon, mert azt nem tudom, hogy hívják ezt a szomszédos országban. Mi a jakán? Ken. Na, hol tartunk? Ez az állapot, amikor hirtelen elkezdem érezni a fizikai örömet, ez viszonylag világos. Tehát ma például... Oké, neked a fizikai örömet olyan módon kell évezni, hogy nem is tartozik a testet. Ezeket öröm pontonnak kéne megfogni. Én ezt értem, azért mondom neked. Tehát, hogy egy olyan állapotba kell jutni, hogy az öröm, meg a... Tehát nyilvánvalóan az ég való repülésig is adott örömet a fizikai világ. Oké, tehát én nem vagyok még semmilyen értelemben a spiritualitáshoz kapcsolódva, ez így van, mondja. De végső soron mégis az örömnek a magnitúdója az ilyen módon működik. Oké, de nyilván ez a kabbalisták szempontjából ez tök másképp hangzik. Nem, a hétköznapi emberek érzik ezt a fajta örömet a fizikai ráöltözésben. Oké, de akkor mi, amit a kabbalista mond? A kabbalista nagyon élvezi ezt. A kaját, az alvást. Sokkal jobban, mint egy hétköznapi ember, írva van, hogy a templom lerombolásának a pillanatától kezdve
az öröm, az kizárólag azokhoz ér el, akik valóban képesek ezt az, ezeknek a tranzakcióknak a végrehajtására. Ki tesz ilyet? Ki tudja ezt megtenni a spétes magasságon? Nyilvánvalóan az ember az utcáról, aki nem tud semmit, aki nincsen, azt sem tudja, hogy ő bűnös, vagy pedig az ember, aki tud magáról mindent. Tehát először igaz emberekkel van, utána pedig igaz fiúvá. Oké, na de az mit jelent az, hogy én élvezem az erőfeszítés és hirtelen különleges állapotokban helyezél a lelket? Nem, mondja Raf, tehát ti valóban különböző állapotokról beszéltek együtt. A kabbalisták azok nagyon élvezik ezt az ételt, de akkor bestes állapotban, amikor ezt élvezzük, így van. Tehát a spiritualitásban meg kell érteni, hogy mit jelent a kajának a gyorsét, ami kajának az elfejeztek az örömmel, és mit jelentek a spiritualitás magasságban emelkedés. Ne keverjünk össze dolgokat, mondja, mert a srác akarta fel a kérdést. Még csak az elején vagyunk ennek, nem kell mindent egyszerre megfejteni. Az, hogy élvezik a kapcsolatot, ez is klipa. Tehát a például a teremtés célja az, hogy élvez. Miért kérdezel erről? Nyilván a teremtés célja az, hogy élvezitek az összes edényetekben. Hogy fogjátok ezt élvezni? Nyilván vágyottok a teremtőre. Oké, de amikor arról beszélünk, hogy vágyodom a teremtőre, akkor meg kell értenem, hogy ez mindig a hiánynak az erejével jelenik meg. Igen, de mégis mindig a korrekció végig bizonyos dolgok fennmaradnak. Oké. Akkor másképp kérdezem, tehát nyilvánvalóan a megszorítás adja, a szűrő adja meg azt az erőt, ami adakozik majd a teremtő irányába, és ezek az érzékkülönbözetek, ezeket kell használni, és oké, és akkor mivel akarom én kitölteni őt, a teremtőt, hát nyilván mi okozna örömet neki? Nyilván azért adakozik felém, és az azt jelenti, hogy a kettő dolgot tudom kapcsolni, tehát egyrészt, ha csak valaki vágyik rá, az nem jó, hiány kell, hogy érezzen erre. Oké, de akkor ez nem a megnyugvásnak a helye, tehát... Hát ez az abszolút nyugalom helye, magyarabb. Oké, na de azt jelenti, hogy... Itt nem szabad erőfeszítést, olyan erőfeszítést tanulom, hogy csak két-három egyére koncentrálok. De hát ez nem teljesen világos, mondja srác. Tehát itt két igen van, ami egymásnak elmond. Azért, mert nem tudunk az ego ellenében menni, a vágy az valóban korrigált, és segíti is erőfeszítést tenni. És ilyen módon... De minden azon fog múlni, hogy hogy határozom meg, hogy mi az örömöm. Tehát Rabas ír erről, tehát mondjuk valaki Anglia királynője volt. Kátya, mondja Rab! Két itt lekátyázta Rab! Tinok. Mivim le tinok. Ken? Mivim le tinok. Oké, tehát ő mondjuk egy fiúnak is életet adott. Most már akkor mondjuk 100 napja van ott. És akkor jobb zsák, bal zsák, ugye nyilvánvalóan hogy öltözik fel a gyermek, mind a három alakból kap valamit. És hogy szeretnénk élvezni a gyereket, vagy pedig berontok az áruházba. Oké, tehát akkor ezért ez a munkánk, tehát nyilvánvalóan hogyan tudom ezt a munkát kifordítani egymásból? Hát az öröm. Oké, tehát... Tehát itt be kell fektetni az embernek önmagába, tehát valóban egy hatalmas belső erőfeszítés eddigképpen jelik ez meg mi. És mit tudunk tenni valaki másért? Tehát mit akkor a lényeg, hogy az embernek konvertálni kell az erőfeszítéseit örömmé. Tehát mondhatnám, hogy oké, én ezt nem akarom, meg így sem akarom, meg ezt sem akarom,
mert így vagy úgy azt akarom, hogy egyen meg az én kukoricakásámat a gyerek, és ennyi. És mégis, mégis erőfeszítéseket fogsz tenni, hogy ezt a fajta örömet megkapja. Világos, hogy nem teljesen értető ez, mert ha értető lenne, akkor nem kérdezed meg. Még egyszer mondom nektek magyarul. Dolgoznatok kell. Olyan vagyok, mint egy gép, úgy kell dolgozni. Tehát energiát kaptok, és akkor hatalmas erőfeszítést tesztek, hogy tegyetek valamit, ami rajtok kívül van, a ti kapnak rástokon kívül, mivel ez egy relatív probléma, valóban egy külső gondolatokkal kell ráütözni. Ez olyan, mint egy kisgyerek. Tehát ez a fajta vágy, és ezért nyilván az, amiről én beszélek, az, hogy örömet adunk nekik. És hogy valóban a legnehezebb bőröndöket, azokat nem is nekik kéne vinni ennek a csoportnak a vezetőinek. Hanem azt kell mindenki megélje, hogy akarom vinni egy kicsit a bőröndöt én, mert ez az előfeszítés a teremtőjén magáéban. Tehát nekem... Ugye a százségen megfelelően mit gondoltam, mi fog történni? A barátunk azért, mert ő egyre többet akar adakozni, érezni akar a fontosságát ennek, és ezért kell, ugye nyilván elkérdezik az embereket, hogy mit gondolnak erről ők is. Oké, akkor de ez a kapnak rásunk belül, nyilván meg ez a fajta példa. Ez így van, de ez egy példa csak a kapnak rása. Tehát, hogyha valakit közel érzel magadhoz, akkor nyilván rajta, hogy elkezdesz dolgozni, és erőfeszítést tenni hirtelen, jól érzed magad vele, nem fogsz cselekedni semmit. Tehát lényegtelen, hogy a megkezdési vágyával egyetemben hogyan tudja az ember az egyik pontról az megszerzésre az akadályos folytani az összes vágyát. Oké, tehát akkor már beszéltünk a Yeshivat Haverimról, a barátok találkozójáról. Tehát amikor mi a Yeshivat Haverimmal vagyunk és elkezdünk összekapcsolódni, tehát mindenféle nehézségek vannak az elején, és aztán előfeszítés történik, mert akkor képes vagyok én is lekövetni mindent, és hirtelen elkezdjük érezni, hogy hirtelen, mintha képesek lennénk túllépni a nehézségek, és elkezdjük érezni a kapcsolatot. És akkor ez a fajta öröm, ezért kérdezem, ez a fajta öröm az, amit mi klipának nevezünk? Mert jól éreztem magam? Vagy itt ez még mindig van, és spiritualitás, hogy van ez? Ott a következő ajtó mögött a csoport, kérdez meg őket. Oké, de hát mi nem teszünk el félteseket, csak kapcsolódunk. Ez attól függ, mondjam. Ha igazi erőt fektetek a kapcsolatba, akkor megérzitek az ízét. Egészen addig, amíg a kölcsön kapcsolatban nem léptek. Ez még nem teljesen egyenes, ami itt történik. Tehát az erőfeszítés is a jutalom. Ezek nagyon erőteljes érzékelések. Tehát invertáljuk ezeket a szavakat, az erőfeszítéseket, milyen fajta erőfeszítést tudunk tenni, és ez hogy válik jutalommá. Tehát... Hogy kezdtek elveszíteni az adakozásnak az erejét. Tehát, mert hirtelen rájöttök, hogy megszerzőek vagytok. Na de ugyanakkor pedig ti szeretnétek megtisztulni, és adni akartok másnak, és rájöttök, hogy nem tudtok. Mert közben arra is rájössz, hogy a másik az meg te vagy, és hogy minden attól fog függeni, hogy milyen kapcsolatban vagy a másikkal, és ilyen módon, amikor te elkezdesz neki adakozni, az valójában megszerzés lesz, hiszen magadnak a saját lelkedet fogod kiegészíteni rajt velük. Na folytassuk. Dunait léptünk előre, visszamegyünk a cikkhez. Olvasok tovább. Tehát ez alapján, nem, tehát ez tekintető úgy, hogy a teremtő beszél az emberhez, azaz, ő megkapja a felébresztést felülről a teremtőtől, és akkor emlékezni fog arra, mivel rendelkezett az előző állapotban, és ilyen módon
szenvedést fog érezni azért, mert kirögték őt az édenkertből, és elkezd könyörögni a teremtőhöz, hogy valóban olyan a szintre kerüljön, ahol volt, és kiszabaduljon a bestia fogságából, és ez az, ami kilépést ad az önszeretetből, mert amely az önszeretet csak is a bestiának a kajája, az étele, és ezért az embernek állandóan figyelnie kell, ahogy mit jelent az, hogy ne a bestiális módon kapjon ellátást a teremtőtől, hanem ki tudjon lépni az önszeretetből mások iránti szeretetbe, és amikor azt mondják neki, hogy a kenyeredet kell lenni, amelyet a verítékeddel kerestél meg, ezt úgy kell, hogy magyarázzuk, hogy a bajok, hogy már meg, annak megfelelően, amit mi tanulunk, hogy ha valaki eljut a belső szintek felismeréséhez, azaz, érzi, hogy mit jelent az, hogy a bestiális valóságán tudott lépni, akkor azt a mértéket is fogja érezni, mert valóban szenvedést okoz már az embernek, és akkor túl tud lépni a saját tisztátlan állapotán keresztül, ahogy a bölcsek mondják, az... és akkor a szenvedés alatt az ember érzi, hogy miért nagyon hasonló a teremtőz, és valóban nagy erőfeszítést akar tenni, hogy ki tudja lépni az önszeretetből, amely bestiálisnak tekintető, és nyilván elkenjen az ember ételét, és ilyen módon érezni kell az aktívanakodást. Ebből következik, hogy itt két állapotot kell megkülönböztetnünk a számvizetéssel kapcsolatosan. Egy, számvizetésben van, de nem tudja az ember, hogy számvizetésben van Izraelből. A második, hogy boldog, mert ő tudja, hogy számvizetésben van, és tisztában is van ezzel, és ezért állandóan kutathatja azt a minőséget, ami hazavezeti. Azonban az ember akkor megfeledkezhet arról, hogy ő valóban az emberi szintre akar felemelkedni, amely a mennyei királyságot jelenti, és akkor semmi nincs, ami emlékeztetne az embert az összetapadásra, hogy valóban egyetlen dolog tudja fenntartani az életét az embernek. Ezért nem gondol arra, hogy a gondoskodás, amit ő megszerez az önszeretet edényeiben, az valóban az állatjeledet, amit le kell cserélni, azaz az embernek az adakozás gondolatával kell kitölteni magát, hogy hasonlóan váljon a teremtőjét, és ebből kifolyólag az ember nem szabad, hogy akarja a felső gondviselésnek az erejét, hanem kizárólag csak is azt akarja, hogy az önszeretetből ki tudjon lépni. Ezért keresni kell azt a pontot, ahol megtalálja az önszeretetből a kilépés teljes lehetőségét. Például az ember le akarja cserélni a lakását, mert többé nem élvez ezt a lakást, amiben él. Egy másik lakást szeretne. És akkor észrevesztő, hogy azt tudja élvezni. Akkor kicseréli a bútorokat, mert úgy érzi, hogy ez nem való oda. Aztán az új bútorokkal együtt is érzi, hogy valami már megjelent a kapnakarásban, ami élvezi ezt. Kettő, azonban az ember nem akarja megváltoztatni a forrását a gondoskodásnak, azaz a teremtő gondoskodása az valóban a forrásokból árad, ami kizárólag a megszerzési edényekben érzékelhető. És ez az, ami Isten ments, nem kiváltható, ahogy ismert, a megszerző az nem tudja megérteni, hogy mekkora örömet lehet szerezni az adakozásból, mert az adakozás ez egy ellentétes ez a megszerzése. Azaz, amikor valaki a megszerzéssel foglalkozik, akkor önmagát a szégyen kenyerre kényszeríti, hogy valóban valami alacsony rendűvel kell foglalkoznia, és azonban valójában mi kiváltjuk a gondoskodásnak az erejét, ami az önszeretetnek a mélyében pihent, és akkor ez a klipákból kerül elő és lesz, válik szentségé, mert egyébként pedig nincsen olyan fajta gondoskodás, ami az adakozás erejét adná át, és ez a szentségből való kiindulásban nyilvánul meg, ezért a két fentemített megoldásnak megfelelően a kérdés az, hogy ki adja azt, hogy érezzék, érezze az edény, hogy számvizetésben volt, és a szenvedés érzése, amely a számvizetés egyik biztos jele volt, ahogy ezt beszéltük már az egyiptomi számvizetésben, hogy Izrael gyermekei felnyílnek a munkától, és ez pedig azt jelenti, hogy föl kell emelkedniük egészen
Isten színéig mindennek, és erre azt kell, hogy mondjuk, hogy a felébredés mindig a Teremtőtől jön, azaz, a Teremtő nem akarja, hogy az ember fölötte számüzetésben legyen, ezért a Teremtő fog felébredés küldeni, és ebből kifolyólag, amikor érezzük, hogy itt van a spiritualitás, de ez a fajta spiritualitás az alacsony rendőrség állapotában van, ez azt is jelenti, hogy a sekin a számüzetésben van, de miért mondjuk azt, hogy a spiritualitásban a pornak az ízet kell nyerni? Tehát amikor valaki dolgoznak az adakozás érdekében, akkor nyilván el kell fogadni ezt a munkát, és éreznie kell, hogy ő valóban a szentség munkát végzi, azaz nem az embereknek a munkáját, akik a bestiális állatukhoz hasonló módon élnek. És a dolognak a lényege pontosan az ellenkezőség. Tehát amikor az ember előnyért tesz valamit, és akar érezni a jó ízt a munkában, ez azt is jelenti, amikor a Teremtőért dolgozik, akkor nem érez semmi ízt először, azaz. Ugyanaz a cselekedet, amit az ember tesz, még hogyha látja is, hogy az ő kapnakarása az valamit meg tud szerezni, azonban a jutalom, és a jutalom azért a munka során illuminál az emberen, ragyog az emberen, ezért érez jobb ízt. Azonban, hogyha a szándékot lecseréljük a munka során, és azt mondjuk, hogy mindent, és ezt a munkát is nem a megszerzés érdekében teszünk, az a jutalom érdekében, mert ez azonnal elgyengít bennünket, hanem erőfeszítéseket teszünk arra, hogy a világ lenyugodjon, és tudjunk dolgozni a kapnakarással. Rafütyög nekik, mert elaludtak szerintem. Oké, tehát a Teremtő feltárja magát, mégpedig úgy, hogy ő fontosabb mindennél a vele való kapcsolat, tehát mindent megmutat nekünk, akkor ugye mi szolgáljuk őt, nem? Vagy kéne? Tehát ezzel nem lehet elszökni, ugye? Tehát a kapnakarás az megnöveli az, ezt az érzést, és akkor... Ugye akkor természetes módon kell érezni a hithűséget, akkor mi lehet a probléma? Miért van elrejtve még emellett is a Teremtő? Miért érezzük ezt? Tehát miért van a Teremtő elrejtve? Tehát ha rajta akarunk csüngeni, az ő kapnakaráson, oké, akkor hogy fogja föltárni ő magát, hogy ő nagyszerű? Tehát van a kapnakarás, és akkor a kapnakarás így működik. Tehát miért van az, hogy ő ennek ellenére feltárul? Tehát miért nem utasít el bennünket akkor? Tehát itt nagyon sok fajta forrás van az örömnek. Egyik az nagyobb, mint a másik. És van olyan öröm, amelyik túllép a Teremtőn. Tehát a kaja, a szex, a család, egy csomó dolog az ember számára már most külön, mint a Teremtő. A tény tehát az, hogy... Akkor most igazán van, hogy nincs. Tehát pontosan akkor, amikor megkezdjük a Teremtőt vizsgálni, akkor a kaja, a szex, a család és a tudás, ezek voltak, amik a kabalisták a létrán mozgó angyaloknak láttak. Tehát magyarul, miért van az, hogy akkor ők elrejtve maradtak? Na, valakinek van válasza? Amit beszéltünk már korábban, nyilvánvalóan az ember Ábrahám utasításától, vagy örökségétől kezdve, milyen magasnak látom a fáraót. Tehát nyilvánvalóan mi a mi célunk, mi az, amiben igazán hiányunk van, mert különben nem marad munkaterület a számunkra, lehet, hogy ezt a munkát. Oké, ez egy rész a válasznak. Van, aki jöjjön hozzá, akkor ez adni? Mikael? Nekünk az értelemfeletti hitbe kell emelkedni, nem az értelemben. Ma az értelemfeletti hit hol van? Erőfeszítés a jutalom. És nem az, ami kitölt engem. Oké. Tehát lehet, hogy nem érted, vagy nem látod, akkor mit ér neked ez, hogy ilyenfajta örömben belül? Tehát ott tudsz úgy a teremtőhöz fordulni, hogy ő elrejtésre marad. De nyilvánvalóan nekem nincs ez meg,
Tehát nekem kell az a fajta érzékelés, hogy... Oké, de mi az, ami a pillanatnyedényeiden mellett van, és ő kirak téged? Hogy másfajta dologban dolgoz? Tehát az a tény, hogy meg akarom változtatni az életemet, az nyilván egy csomó dolgot jelent, amiért meg akarom változtatni az életemet, és annak érdekében, hogy megszerzem a függetlenséget tőle, az, ami nagyon másképp megy. Oké, ez csak részbeni válasz. Tehát miért nem egyszerűen csak feltárult? Tehát miért érzi azt, hogy egy csomó dolgot rá kell lapátolnom erre a dologra, és akkor pontosan úgy kell nőni az emberek, mint az anyamében nő a kisgyermek. Rav, na, igen, mondhatjuk, és akkor mi az, ami növekszik? Nyilvánvalóan az a fejlődés az attól fog függeni, hogy ki az, aki most is egyedül van, és nyilvánvalóan a teremtő minőséget kell megélnünk a másikkal való kapcsolatom át. Tehát... Hát ez egy részben jó válasz. Oké, na de ez azt jelenti, hogy ne kell próbálnunk elfogadni azt, amit a felső ad a számunkra, és a sóvárgásban majd nyilván meg kell őt is szólítani. Tehát nyilván ez a sóvárgás, ami már önmagától épül ki, hogy eléri a hazát 13 szoros erőt, mint amivel előtte rendelkezett. Oké, tehát a teremtő létrehozta a teremtési vágyat, és felelősséget érzett iránta, és ezért ugye egy komoly elfogadási mechanizmus kell, hogy itt beinduljon a függetlenségből, és a... Oké, tehát akkor még a tolvaj rohan, és valaki kiabálja, kapjátok a tolvajt, hogyha az a teremtő, akkor ez nem tekinthető úgy, hogy a kapnakarásodat akarod érvényesíteni, és nehezen tudod ezt megragadni. De ez még nem a kilépés ebből. Oké, tehát neked innen föl kell ismernőd a felső erőt, igen. Én egy csomó dologban képtelen vagyok, és hogyha... Milyen fajta edény kell ahhoz, hogy én ezt az identifikációt, ezt érvényesíteni tudjam? Hogyha én nem vagyok képes a teremtőt feltárni, és letenni ugyanaz asztal, akkor egyébként igaza lenne. Oké, tehát nekem a másik bőség kell. Melyiket az adakozásra gondolt? Így van, a megszerzés adakozás érdekében. Oké. Oké, ezt respektálom, magyarul. Tehát nem csak arról szól, hogy feltárjuk a teremtőt, hanem fölé kell emelkedni, és a teremtő az eredetőre túlra kell kerülni. Oké. Tehát... Nyilván a teremtő az... Ezt nem értettem. Tehát ez az, amikor az én gyermekem legyőztek engem. Ez egy passzív állapot, mondja Rav, és ezért van ilyen módon összeválogatva ez a végső elszánt legénysége. Tehát nyilvánvalóan, hogy ezeket folyamatosan figyelemmel kísérjük ezeket az edényeket, és megnézzük, hogy mit történik velük. Tehát én csak azt mondom, hogy igazából meg akarjuk ismerni, hogy mik vagyunk mi, és ahol képítünk egy olyan vágyat, ami... Tehát ilyen módon tudnunk kell, hogy mit, hogyan akarunk megjavítani, melyik fázisban kit akarunk igénybe venni, stb. Tehát nektek egy nagyon szép videótok van valahol, még talán angol is megvan. Ez egy haszid ünnep. Tehát ez mindig az. Tehát a teremtő akarat ez volt, a teremtő sóvárgás ez. Mindenféle fajta módon így működik ez. Tehát úgy lehet használni ezt a mondatot, amit ön csinál. Tehát mondhatom én ezt egy olyan fajta nézőpontból, ahol valóban azt érzem, hogy
Ugye mi számunkra mégis az ember úgy tud cselekedni, hogy ő magas boldog legyen, tehát hogy nyert is valamit. Tehát ezek erők, a kitöltés is és a vágy is. És nekem nagyon fontos, ami történik fog. Tehát két fizikai anyagot összeöntünk, és az eredmény az mi lehet. De ami biztos, hogy ezek erők hogyan lehetnének másképp, tehát hogyan lehetne boldogá tenni a nagyokat. Tehát nem értem az egészet. Hogyha én például csinálok egy szoftvert, és a szoftver segítségével működtek egy alakot, akkor ezen a módon van itt egy pszichológiai munka, vagy szabályrendszer, hogy én az előbört is magammal hozom, a mennyiségének, minőségének. Tehát minden, ami történik a hajón, az leírható számokkal, irányultságokkal. Azaz, különböző nézőpontokból idegen erőket találkozunk. Tehát, hogyha valaki elkezd szaladni, pedig elég világosan megmondta, ami történik, akkor a ti érzelem alapú mondataitok az nyilvánvalóan úgy fog működni, mint az automat, amit a gépek mozgatnak. Tehát mind a ketten láthatjátok már, tehát mindenki saját barátjának is tudja mutatni, hogy az áram alatti, remélem, hogy ezt most már tehát, hogy megnézzük, hogy ki az, hogy még szerepelhetnek ebben a dologban, akkor azt is látnunk kell, hogy nyilván az adakozás minőségét kell minden áron fenntartani, hogy végtelen örömet tudjanak érezni. Végtelen örömet. És nyilván ez adja meg a szentségérzését is. Tehát... Oké, következő. Az elrejtés az vágyódást ébreszt, a vágyódás pedig resimót, a resimó pedig... De hogyha megjelenik a helye szándék felette, és akkor mind alul, mind felül megnyilvánul a teljesség. Ez így korrekt? Igen. Ez így nagyon száraz. Tehát nektek úgy kell fölépíteni ezt, hogy ez te legyen újra élettel. Tehát így adhatok hozzá egymáshoz valamit. Tehát miért így van ez? Hogy lehet ezt elmagyarázni, hogy elkerüljük? Tehát, hogyha az ember elő akar haladni, akkor ez azt jelentette, hogy egyre több gorosz vesztett el az igazság forrásába, és a keresésébe, és valóban, akinek nagyobb a vágya, az nagyobb a barátjánál is. De miért így kell, hogy az ember érezze magát? Tehát... Mi az, ami úgy tekintető, hogy folyamatos előrehaladás? Mit jelent az, hogy előrehaladás? Miben tudok előre haladni? Tehát a kapnakarásomban tudok előre vergődni, tehát akkor a nagyobb a kapnakarásom, és helyes módon figyelem ennek a fejlődését, az azt jelenti, hogy én egy megfelelő leírás megközelítést kapok erről, és ilyen módon a helyes módon kell az adakozásból kilépni, mikor zónás vagyok, és annak érdekében, hogy én valóban állandóan ezt helyes módon tudjam kérni a korrekciót, ez azt is jelenti, hogy ne romboljuk le azért a nagyszerűségnek az érzést, hanem tudjuk azt, hogy ez egy két éri fegyver. Folytassuk? A cikket fogjuk folytatni. Tehát, mint az iskolában. Tehát mindenki meg akarja oldani ezt. Tehát, hogy ki akar igazából választ, és mire.
Na, akkor majd én kérdezek, lássuk. Tehát az öröm, amiről ön beszélt. Tehát, ha mi megpróbálunk csak erőkről beszélni, akkor ez egy fajta öröm, ami a, tehát a bínának a hiánya milyen örömet kelt. Tehát mi fizikai örömökről beszélünk a teremtőről. Mi az öröm, ami megnyilvánul ilyen módon? Tehát miért kérdezzük mindezt? Azért, mert el akarjuk magyarázni az erőknek a nyelvezetével, hogy mennyire vágynak egymásra azért, mert ahogy Bill mondta, nagyon helyes módon az összes távolság, vágyódás és minden áthidalható. Tehát a teremtőnek a munkája azt jelenti, hogy nekünk valahol meg kell koronázni az egészet önmaga által, és akkor távolabb került egymástól, elkezdhetünk táviratozni is neki, ahol valóban én nekem tudnom kell, hogy ezek erők, és hogy ezek az erők hogy nyilvánulnak meg. Tehát miről van itt szó? Tehát itt azt nem csak szép szavakat kell mondani, tehát nem, én nem novellaként akarom ezeket elolvasni, hanem ez egy használati kézikönyv, hogy hogyan emelkedek föl a magasabb világokba. Oké, na de itt arról az örömről is beszélünk, aminek a mélyén található. Hát igen, ez így van, magyarabb. Oké, akkor mi az az öröm, és mik azok az erők? A kitöltésre gondolsz, magyarabb? Tehát van a belső fény. Oké, hát az öröm az mindig kitöltésből van. Tehát valami mondom, ki vagyok töltve. Oké, na de tudnom kell, hogy az örömnek a minősége milyen, az már nem a kitöltéstől függ, hanem a hiánytól. Tehát nem a kitöltés fogja meghatározni, hanem az, hogy mire van hiányom. Az igazi öröm. Oké, na de az, ami ezt az egész reakciót kiváltja, amely megváltoztatja ezt az állapotot. Ami az egész állapot kivágja, így van, tehát ez öröm. Tehát nyilvánvalóan az elején erőfeszítést tesz az ember, aztán a fizikai örömökben visszacsúszik az ornás ködbe, aztán nyilvánvalóan újra ráépül az erőfeszítésnek az összes halmaza. Ez az elénytől függ, milyen állapotban van, igen. Tehát akkor mik azok az örömök, amelyek az erők nyelvezet alapján érezhetők és megtanulhatók? Mi az, ami bennünket bent tart a rendszerbe? Mi az, ami megadja a szűrőtnek, az edénynek a mintáját? Én nem tudom, mondja rá, ezt nem is tudhatom. Ez el van rejtve előled, hogy mi adja meg az erőt. Ez azt is jelenti, hogy... Tehát... Ugye, tehát nyilvánvalóan, amikor a tején mellett látsz, akkor nem mondod a tejének, hogy adj darab húst nekem, meg adj egy kis tejet nekem. Tehát nyilvánvalóan nem ott lesz a tejének. Tehát, hogyha húsát élvezni akarod, akkor meg kell ölni. Tehát nyilvánvalóan, akkor... És akkor másik meg azt mondja, hogy nekem már fél tonnája van, hogy nyilvánvalóan nem csak ebből az egy tehénből. Akkor már hiába kéred, nem tudod elmagyarázni. Vagy pedig egy bizonyos fajta savat el kell kezdeni semlegesíteni, és én magam eltöröljük, és el kell jutom a nirvánába. Tehát azért, ezek ráöltözések, és nem paloták, tehát mindezek a dolgok el vannak rejtve előlünk, mivel a fény az, amely létrehozza ezt az egészet. A fény az, ami a kapnakláson keresztül megnyilvánul. Tehát az is nyilvánvaló, hogy ez itt van az órunk előtt, tehát a fény önmagában itt van az órunk előtt. Ő teremtett egy ilyen fajta dolgot, amit csak így tudunk élvezni. Ezért nyilvánvalóan nekünk ezt a fényt kell számításba vennünk, hogy mennyi másokat kapjunk az örömről, amelyik egyébként megmutat, rámutat, hogy mennyire ellentétesek vagyunk a teremtővel, és hogy ez szenvedést okoz nekünk, ez az ellentétesség. Tehát de ez igaz, mondja, ez valami olyan, hogy valóban csak a cselekedés meg téged, uram, de ez nem jó. Tehát nyilvánvalóan mit jelent ez, hogy a teremtés célja elkerülése érdekében történik ez meg, és a döntés után, hogy a jót akar a teremtményének, akkor kezdődik.
a teremtménynek a működése. Tehát ez azt jelenti, hogy mi az, amit igazán élvezhetünk. Nyilvánvalóan az minden öröm, amit ezt megelőzi, az csak egy ilyen képzetes öröm. Tehát de mit jelent ez? Tehát én nem eszek, nem iszok, mit tudom, én élvezem azt, amit csinálnak, vagy tehát ez a leghamisabb valóság, ami jelen létezik. És ez csak azért van, mert ez teljesen másképp áldozik most a spiritualitás, mint eddig. Hol vagyunk? A cikket fogjuk folytatni. A fentiértnek megfelelően ebből következik, hogy a teremtő látszólag eljut az ember, ez oda tapad, és a legnagyobb rendű állapotot kell így követnie, és csak az ember az állapotban, mint a béka lenne. És ezért nincsen semmilyen különleges érzés az ember felett, és amit fizettem, meg a szágyam, a szégyem, az, ami a világ nemzetei felé fog engem nyomni. Tehát nekem éreznem kell, hogy a gonosz az sokkal jobban megfelel 70 nemzetnek. Ezt megelőző azonban érezni kell a saját alacsony rendőrségünket, és eddig mindig ma jutalom nélkül léptünk tovább ezen. Most azonban látni kell, hogy nem most a magányosságokat ez meg az embereket, hogy valakik legyenek, hanem pontosan az a törekvés, amit el tudsz ebbe helyezni. Most azonban a feltárulás van a teremtővel, ezért azt kell, hogy lássuk, hogy úgy működnek, mint az állatok, tehát kell felépülnünk és így lehet kilépni a számüzetésből. És mivel mi számüzetős vagyunk, az úgy látszik, mintha ő nem is látta volna, hogy a számüzetős tetején villogó felületre mutatnak, és nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy most kell végig gondolni, hogy hogyan reagálják rá. Tehát egyfelől az igazságot kell látnunk, tehát egyfajta ember az, aki az igazság valóban tartozik, hiszen egy csomó ember a bestiális szinten marad, és azok az emberek, akik valóban az emberi szinthez tartoznak, azok is azért ebből a mélységből jönnek, és itt pontosabbnak lennünk. Három fajta pontosítást kell megélni. Egy, embernek, aminek nincs, hogy tennie a judaizmussal. A kettes, emberek, akik élvezték a tórát és a parancsolatokat, de ezt mindannak érdekében tették, hogy hallják, amit mi mondunk, hogy a jutalom érdekében, de ettől kifolyólag eddig boldognak kell az embernek lennie, mert látnia kell, hogy az igazat látja, a teljes igazságot. És milyen fajta embernek kell lenni ahhoz, hogy egy szinten legyenek, és hogy valóban olyan fajta magasságba emelkedjenek, ugyanakkor, hogy a szülők ne érezzék a fájdalmat, és ne érezzék azt, hogy mindez milyen távolság van a teremtőtől. Azaz, látni kell, hogy az ember nem tud tenni semmit a teremtő nélkül, meg sem tud mozdulni, ezért az összes dolog, amit tenni akar, az azért van, mert jutalmat akar az ember a cselekedetből, és ilyen módon az adakozásnak az edényei nehezen szerezhetők meg, és nem is tud túllépni az ember önmaga által, ezért a teremtő segítséget kell kérnie. Ebből kifolyólag következik, hogy a sóvárgás, amit az adott állapotban meg kell tenni, ez egy másik fajta kérés, ami megerősítést kell szerezni a munkából, mert akkor a munka ragyog az ember felett, és akkor az értelmében és a fejében valóban kijön egy állapot, ami a teremtő felé fordítja. Kérdés. Hogyan tudjuk mi szokásra készíteni magunkat abban, hogy ne legyen jutalom? Hogy tudjuk kikészíteni? Rav ébreszti őket megint. Tehát hogyan lehetséges, hogy egy szokás szokássá vált, az jutalom nélkül ébreszik fel a társaságot. Tehát milyen tanács van itt? Mert én két példát is kapnék majd. Oké, mondja Rav, tehát a sikeres az mindig megkap jutalmat. A jutalom, mondja Rav, az engedjük őket aludni a lecke során is. Ez lesz a jutalom. Nekünk
egy általános gyűlöletet kell generálni a kapnakarás ellenében. Rav, milyen tanácsot adnátok, mit tanácsol nekem, milyen fajta dolgot kell csinálnak érdekében, hogy valóban dolgozni menjek jutalom nélkül. Tehát itt valami nagyon komoly dolog van, tehát ez a nagyon belsőségesebb dolog. Karov Lémet. Oké. Hát egyre közel vagyunk ugye az igazság felismeréséhez. Igen, tehát itt minden körökre van osztva. A második fajta dolog pedig az, hogy valóban jutalmért csináljuk, akkor itt meg nem érzem, hogy bármit kaphatnék, amit a számvizetést megakadályozhatom. Tehát nyilvánvalóan az embernek adakozásba kell lennie, hogy ez az irigység, ez felébresztést adjon, és lelkesedést. Tehát itt a klímaügyekbe kell visszaintegrálódni, tehát itt nyilvánvalóan van egy szociális része ennek a dolognak, ami egyszerűen megváltoztat bizonyos dolgokat a munkában, ami nem a jutalomért irányul. Mi nem tudjuk a jutalmat eltörölni, egyszerűen transformálnunk kell. Tehát a mi jutalmunk az erőfeszítésre megfelelően történik, amit a teremtővel való kapcsolatunk hoz létre. A teremtő befolyásol bennünket, a közösséget, a barátokat. Tehát ez az, ami eredményeképpen mi valódi igazi belső felkészülő lehetünk, és akkor az eredmény a cselekedetünk által elérhetjük, és megérthetjük jobban, hogy amikor jutalomra vágyunk, az valóban önmagunk belső transformáció lesz, ami azt jelenti, hogy egy teljesen újfajta jutalom ér el bennünket. Tehát a gyakorlat, amit ön adott, és a workshop is, amit mi is most csinálunk, ez miért nem érezhető az értelem feletti hitbe való emelkedés eszközének? Nyilvánvalóan itt föl kell emelkednünk még az a mi valóságérzékelésünk se. Tehát nekünk rögtön tudni, hogy hol van ez a viha, ez a pont, ahol az ego még nem értezi, de amennyit is levetted. Tehát nyilvánvalóan nekünk egyfajta játékotba kell beállnunk, és nekünk meg kell kísérelnünk jutalom nélkül dolgozni, és a barátokért cselekedni. És ilyen módon, még ha kapok is valamit, a utolsó pillanatban adom másnak. Így van, tehát én nekem minden jutalom nélkül kell dolgoznom, ahogy ilyen pillanatnyi állapotban érzékelem Tehát a fontosságot és az erőfeszítést az ilyen módon kell egyesíteni. Tehát, hogy olyan dolgot ne kelljen terjesztenünk, amikor valóban nem tudjuk mesterségesen fenntartani azt a fajta kapcsolatot, amire szükségünk van. Oké, tehát akkor amikor a barátok irányába adakozunk, akkor itt különböző feladatok jelentnek, meg különböző fejlődési pontok, az ellentétes egyének, edényekben különböző erők, az árvútnak az ereje, amikor érezzük az erőket, és nyilván ez nem egy belső dolog, hanem sokkal inkább egy külsődleges dolog, ami az új edényeket fejleszt az emberben. És a köztünk lévő segédmunka, vagy iskolai munka ebben nagy mértékben hozzájárul. Tehát nekünk a kapnakarásban belül kell. Tehát nyilván nekünk a megszerzési vágyat kell tekinteni, aminek van egyfajta összeomlása. De én mégis azt gondolom, hogy a munka ezt a csapatot végig halad mindezen, és hogyan tudunk erőfeszítéseket tenni jutalom nélkül? Hogyan tudunk jutalom nélkül erőfeszítést tenni?
Na, most nem hallok fókuszcsoportot. Tehát hogyan lehet dolgozni, hogyha nem kapjuk jutalmat? Tehát nekünk állandóan a közösség nagyszerűséget kell felemelnünk, és ez az, amikor az ember ennek ellenéképpen elismeri a Kriszt, aki miatt valóban amennyire tudunk a formézőséget törekedni a Teremtővel, ez adja majd a legnagyobb örömet, és ilyen az erőfeszítésnek a mértéke az a mi munkánkban egyfajta lenne. Oké, tehát akkor a jutalmunknak valóban, tehát a jutalomnak abból a tényből kell származnia, hogy mi úgy haladunk előre, hogy a Teremtőnek a lényegisége, az ugye kívül maradt még ezen a rendszeren, amit meg akarunk ismerni, de a cselekedetei, amelyek bár nincs elektronikus nagy távolságra, mégis óriásia. Így van, tehát nekünk a kapcsolatról kell tanulni valamit, és egy olyan fajta örömet szántunk nekik, amivel nagyobb örömet tudnának adakozni a Teremtőnek. Most nincs fordítás, csak mondom. Úgy tűnik nekem, hogy tehát milyen mértékűség az embernek a Teremtőre? Ez egy nagyon komoly kérdés. Rab, hogyan lehet, hogy az én számításaimban én stabilizálom a Teremtőt, jobban stabilizálom, mint magam? Hát a saját helyemen megtalálom a Teremtőt. Na rajta. Megint egy új csoport, workshopot. Tehát attól függően, hogy mennyire vagyunk mi ellenében annak a feltételnek, hogy valóban a barátokat tegye ez képessé, arra, hogy kifejezzék az ő vágyukat a cél irányába, és ezáltal hamar kiderülhet, hogy itt mindenki fel fog ismerni, nem emelheti föl önmagát, tehát az, hogy hogyan fejli meg a saját edényét, és hogy hagyja, hogy az edényből az öröm elillanjon, és eltűnjön a klipába, vagy felemeli a fontosságot, és valóban a Teremtővel kéne foglalkozni inkább. Hogyha valóban tehát egyszerűen tudnunk kell, hogy minden mögött a Teremtő van, tehát pontosan tudom kell, hogy mi mögött nyilvánul meg az Isten. Én helyettem nyilván úgy ezt a minőséget kell megragadni, ami benne van a teremtményekben. Tehát mi biztosan a barátszóktól szerzünk meg, ami azt is jelenti, hogy nekem a csoportba kell befektetnem az adakozásba. Én harmadik utat nem látok. A Teremtő az alkotásnak a minősége, és ha én azt érzem, hogy nincs is nagyobb jutalom, mint amit a csoportok kap az ember a munkáért, tehát ez az, amit a Teremtő helyette minden egyes döntésével előkészít, a csoport középpontjában, a tíz barátnak a középpontjában. Az a frekvenciát, amin ez megy,
azt már aktívan érezzük, mindannyian. És nyilvánvalóan az is látszik, hogy, hogy az én helyemen, az én cselekvésemben keresztül kell az aktív adakozást megélni. És ezáltal így tudjuk felgyorsítani azt az állapotot, így tudjuk generálni azt az általános állapotot, amit mindannyian akarunk, hogy képesek legyünk egy ilyen dologban részt venni és befordítani önmagunkat. Hogy következősek legyünk, tehát nekünk valóban olyan kell menni, mint a teremtő, és azt is meg kell vizsgálnunk, hogy melyik tükörkép jó. Hogyha mi valóban ebben időben emelkedünk föl azért, hogy kitűk jelenti, hogy szükségünk van a teremtőre, nyilvánvalóan ez teljesen világos lesz, hiszen mindenkinek mindenben a döntésben kellene lenniünk, ha a megszerzési vágyként akarnak végül is adakozni. Megint eltűnt a mikrofon. Most előkerült. Tehát a barátok képesek a teremtőről összekapcsolódni, akkor föltegyük a kérdést, hogy akkor nyilván olyan cselekedetet kell végrehajtani, aminek az eredményei azok a csoport mögül is érvényesítők, tehát ezért óriásit szól. Tehát, de lehet egy másik elemben is, ahol mindenki lejöhet. Mert a csoport, a teremtő és a törvények, amik működik a... Tehát ezek a dolgok indikálják, jelzik a csoportnak az ember, hogy valóban ez a hely, ahol kijelzünk. Itt van egy óriási fontosság, ami a közöttünk lévő egység erejével épül föl, tehát nekünk valóban le kell nullázni magunkat a csoport irányába annak érdekében, hogy valóban világosra tudjuk tenni minden egyes dologban, amikor a csoport felé adunk, vagy a barátok felé, hogy mi történik. Tehát pontosan ez az, aminek itt történnie kell. Tehát... És az is nyilvánvaló, hogy a legmagasztosabb dolog így nyilvánul meg a fontosság, a viszony, a barátoké való imádkozás, tehát ez így kell megnyilvánulni. Tehát így lehetünk képesek sikeresnek lenni, így lehetünk képesek szolgálni a rabot, tehát így lehetünk képesek szolgálni a csoportot, hogyha valóban így fordulhatunk felé. Na de a teremtő megvizsgálta a csoportot, nyilvánvalóan ez egy magasztosabb dolog nincsen. Tehát a csoportnak ez egy eszköz. Rav énekelget közbe. Rav. Oké, barátaim, akkor menjünk át a 10 fira tanulmányába. Na, akkor most egy kicsit meghalunk. Van nálatok 10 fira tanulmánya? Azor, nem a lassod. Csak levitás. Helikén, helikló. Na, 10 fira tanulmánya. Valakinél van, valakinél nincs. Helik gimmel, Talmud 10 a szfirot.